következő Peter Cook által írott jelenetben egy laza angol filmprojektet fogok alakítani. Éppen 19 éve, hogy a Holló Színház először játszotta el színpadon eme jelenetet, ami, ha 6,3-es számrendszerben gondolkodik, egy igen kerek évforduló. Nos, a helyszín a laza angol filmproducer irodájában vagyunk. Hát akkor lássuk ki a következő jelentkező. Stella drágám, küldje be a következő. Elnézést, talán állapodtam meg. Mrs. Pigott, elnézést, nyugodjon le! Halló, halló! Nyugalom! Köszönöm szépen. Tehát, ön jelentkezik Tarzan szerepében. Igen. Mrs. Pigott, nem tudtam nem észrevenni. Szinte azonnal, hogy ön féllábú. Észrevettem, Mrs. Pigott. Ha valaki ilyen régóta működik a showbiznisz világában, nem szerencsége, szinte ösztönösen, azonnal kiszúrja az ilyet. Tehát, ha jól értem, akkor ön a féllábú jelentkezik Tarzan szerepében, amelyet pedig a hagyomány szerint általában két lábú és az esetek többségében hímnemű színművészre szoktak kiosztani. Igen. Mrs. Pigott, jól érzékelem, hogy ön váltik, pályázik erre a szerepre. Igen. Erre a szerepre, amelynek eljátszásánál minimum két lábú az általános elvárás. Igen. Nos, Mrs. Pigott, kell önnek részletesen ecsetelnem, hol szenved ön hiányt ahhoz, hogy megkapja a szerepet? Igen, kell. Kedves közönségünk, megszakítjuk előadásunkat, hogy bosszantsuk önöket. Kell-e különösen kihangsúlyoznom, hogy ön bizony a lábai terén mutat fel némi nemű fogyatékosságot? A lábaim terén? Igen. Bár meg kell vallanom, a bal lába tetszik. Szeretem a bal lábát. De a jobbot, hát ne haragudjon meg a kifejezésért, levegőnek nézni. Hintje el, a bal lába nagyon megfelel a szerepre. Rögtön ezt gondoltam, amikor bejött. Halló! Így gondoltam magam. Halló! De jó ez a bal lába szerepre. Hintje el, semmi sincs a bal lába ellen. Az a baj, hogy mellette sem. Bejátszom önnek a közismert Tarzan üvöltést. Stella, mehet? Na még egyszer. Gondolom, éjjel-nappal gyakorolja. Hogyne, hogyne. Halljuk önnél, hogy szól. Jaj. Hát kezdetnek semmiképp se használnám a katasztrófális kifejezést. Ugye, hogy nem? Nem. Szerintem sokkal ideillőbb lenne az, hogy gyalázatos levőgép. Gondol, hogy nem felelek meg. Ördöge van. Bizony arra gondolok, hogy ön sajnos nem felel meg. Nem hiszem, hogy a moziba járó kedves közönség lelkileg felkészült lenne egy féllábú, jajongó, Tarzan nő
ugrándozásának látszámában. Értem. De azért ne csükkedjen, hiszen például mondjuk egy teljesen láb nélküli embernél azért nagyobb esélye van önnek, Tehát mégis van esélyem? Hol is húrjon, mi az, hogy van esélyem? Viszont migot? Hiszen a következő másfél évben egyetlen egy kétlábú férfi jellemszínén se kopogtak le hozzánk, önnek rövves, nagyon komoly esélye támad, hogy megkapja ezt a főszerepet. Értem, köszönöm szépen. Azt tanácsolom, menjen haza, vigyázzon a bal lábára, mint a hímes tojásra, és üljön a telefon mellett, abban bízva, hogy esetleg megcsörren, és én leszek a vonal túlsó végén. Köszönöm szépen! Köszönöm!